Ezek nem lehetnek igazak, ugye? Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma 10 összeesküvés elméletet hoztunk el nektek, amik gyerekjátékokat öveznek. Now available at stores everywhere. Ezen a listán a legfurcsább vagy hírhettebb történeteket, elméleteket és városi legendákat gyűjtöttünk össze nektek, amik gyerekjátékokhoz kapcsolódnak. Pokémon are everywhere. They're invading. Each with powers more awesome than the next. Pokémon are burning with flame power. 10. Káposztaföldi babák versus nukleáris tél. Az 1980-as években a káposztaföldi babák, azaz a Cabbage Patch Kids volt a legtrendibb dolog valaha, minden szülő azt vette csemetéjének, ha szép karácsonyt akart neki. Akkor hát ugyan mi lehet olyan sötét és gonosz ezekkel a cuki, ölelgetni való, adoptálható játékbabákkal kapcsolatban? Nos, egy igen kitartó pletyka arról szólt, hogy a babák eltúlzott arcmimikája egy nukleáris robbanás utóhatását hivatott szemléltetni. Ha azt vesszük, hogy egy évtizedet és rengeteg családot megélte ez, talán nem is akkora hülyeség, viszont a babák készítője Xavier Roberts semmi hasonlót nem akart, amikor a 70-es évek végén elkészítette őket. The doll's alive. You almost got the three of us. 9. Póktojások vannak a Beanie Babies-ben. Mindig megéri lecsekkolni, akár duplán is, amikor az interneten olvasol valami kérdéseset. Példának okáért itt van ez a 2014-es cikk a Clickhole-ról, amit szatírának szántak, mégis sokan tényként kezelték világszerte. A cikk szerint a Beanie Babies babákat barna remete pókok tojásaival tömik ki, amik 20 évvel a babák berobbanása után fognak kikelni. A 90-es évek óta eltelt már 20 év, és nem hallottunk kikelt póktojásokról, ennek pedig két egyszerű oka van. Az első az, hogy egy póktojás nem 20 év alatt kell ki. A második pedig, hogy az egész egy alaptalan humbug. 8. Mocskos szájú minyonok. Nincs abban semmi különös, ha egy beszélő játék picit máshogy hangzik, amikor merül az eleme. Seriously? I have a McDonald's toy. A McDonald's Happy Meal menüjéhez egy időben apró minyon figurákat adott a Gru franchise-ból. A játékok pedig az ismert zagyva minyon nyelven szólaltak meg. Egy szülő viszont nem örült ennek különösebben, ugyanis állítása szerint a figura egy hatalmas káromkodást lőtt el gyermeke füle hallatára. I still don't hear it. Az is igaz, hogy nem mindenki hallja ugyanazt, egyesek kihallják belőle a csúnya szót, másoknak pedig csak a figurák halandzsa nyelve jön le belőle. What is that, this mimoro? Hey, don't say anything you're going to regret. Oh, no le pamos, eliquitas! 7. Polybius. Manapság a videójáték remek üzlet, és a háztartások nagy részében megtalálható világszerte. Viszont a 70-es, 80-as években még nem ez volt a helyzet, amikor a játékipar hírneve megkérdőjelezhető volt, főleg a játéktermek miatt. Sokak szerint csak pénzmosó üzletek voltak, így az illegális tevékenységek találgatása szinte érthető. Talán így jutottak el a Polybius városi legendájához is. Nagyjából a 2000-es évek elején terjedt el, hogy a 80-as években volt egy arkád játékgép, amit a kormány tervezett, és adatokat loptak vele, amit aztán titkos kormány emberek mentek begyűjteni. A gépek egyik napról a másikra rejtélyes módon, nyom nélkül eltűntek. Akadt olyan is, aki azt állította, hogy ő maga személyesen látta Polybiust, de erre nincsen semmilyen bizonyíték. 6. Kerekesszékes Becky. Talán a Barbie babák vonala sem volt tökéletes, ha kulturális érzékenységről van szó, de az a tény, hogy Mattel sosem nevezte el Barbie barátnőjét kerekesszékes Becky-nek. Igen, a játékóriás valóban adott Barbie-nak egy Becky nevű barátnőt, aki valóban kerekesszékben ült, de itt véget is ér a dolog, a többi már csak pletyka. A baba neve Oz meg a mosolyt Becky volt, és a gyártó sosem változtatta meg valamilyen érzéketlen és sértő névre. A céljuk az volt, hogy Barbie világát sokkal diverzebbé tegyék, a Becky baba mellé még egy meghívó is járt, hogy a gyerekek csatlakozzanak egy mozgássérültekkel foglalkozó egyesülethez. 5. Pokérák.
következő tételünk klasszikus esete a félre címkézésnek. A ZBTB7 egy 2005-ben felfedezett gén, amit a Memorial Sloan Kettering rákkutató központ talált meg, ami lényegében a rákos sejtek alapja. Az eredeti rövidítése a POK Erythroid Myeloid Ontogenic Faktor, vagy a POKEMUN. Ez addig tartott, amíg meg nem hallotta ezt a Pokémon Company, és elkezdték őket pereléssel fenyegetni, ha nem változtatják meg az elnevezést. Ennek ellenére a gén első publikálása és az átnevezés között eltelt egy év, és ez idő alatt sok félreértéshez vezetett. You can put Pokémon power in your pocket. Gotta catch 'em all. Negyedik, drága Beanie Babies plüssök. Az antik tárgyak gyűjtése, majd eladása remek móka és kereseti forrás. Once the integrity of the box gets compromised, this is original packaging and that's why these things are so valuable. Sokan árulnak használt ruhákat, bakelit lemezeket, vagy éppen videókazettákat korrekt pénzekért. Viszont az igazán ritka darabok nagyon drágán adhatók el. Debbie spent $1,800 on this hard to find bear. Sajnos viszont nem minden, ami régi, jelenti egyben azt is, hogy értékes. Ez volt a helyzet a leginkább 90-es éveket idéző dologgal, a Beanie Babies-szel. Persze egy-egy speciálisabb baba lehet értékes, mint a különleges Diana hercegnő kiadás, amiben PVC golyócskák voltak. Viszont a nagy részük már annyit sem ér, mint újkorában. Ó, kellemetlen. Harmadik, rony baba Panni gonosz eredete. Van valami megmagyarázhatatlanul megnyugtató a ronybaba Panni babákban, főleg egy bizonyos korosztály számára. A kedves és ártatlan kinézete időtlen, egyfajta nosztalgikus visszatekintés egy egyszerűbb korra. Ehhez vajon társul egy kissé gonosz és sötét eredet történet is? Nos, nem igazán. Az a városi legenda terjengett körülötte, hogy a baba alkotója, Johnny Gruel, a lánya halála miatt tervezte meg a figurát. A lánya egy vakcina okozta megbetegedésben hunyt el, és ez az egyetlen igaz része a történetnek. Ugyanis Gruel már leadta a kérelmet a babára, mielőtt meghalt volna a lánya. Második, sátáni Teddy Maci. Az összeesküvés elmélet ez a Maci mögött egy kissé bonyolult, viszont a lényeg az, hogy voltak jó páran, akik elhitték, hogy megszállta az ördög ezt a plüst. Hi there, my name is Teddy Ruxpin. How are you today? Részben ez annak köszönhető, hogy a sátáni pánik korszakából származik, amikor a szülők mindent sátánista rituálénak láttak egy Dungeons and Dragons játéktól kezdve egy heavy metal kazettáig. You are no longer content merely hearing their awful music and looking at photos of their horrific faces. Now you want to see the devil in the flesh. You want to reach out and touch pure evil. Itt jön a képbe Teddy Ruxpin, mert a Maci kazettás mechanizmusa ugye nem csak az alapból hozzájáró kazettát tudta lejátszani, hanem bármit, amit beletettél. Így lett a cuki-muki Maciból sátáni medve. Mielőtt folytatjuk, ne felejts el feliratkozni a csatornára, és nyomd meg a kis harangombot is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Kém Förbik. Ha Teddy Ruxpint a sátán szállta meg, akkor ezek mögött a műszemek mögött valami még ennél is sötétebb lakozik. Éveken keresztül hallhattunk történeteket olyan játékokról, amik kémkednek utánunk, vagy biztonsági veszélyt jelenthetnek. Ilyenek voltak az Elf on the Shelf, a Hello Barbie, vagy a leghírhettebb a Furby. Az NSA konkrétan potenciális biztonsági kockázatnak nevezte ezeket az ártatlan kis cuki figurákat, mert azok képesek voltak alkalmazkodni, és az angol nyelvet megtanulni az idő előre haladtával. He's a toy killing machine! Oh, that shy little imp! I have a flower for you. Ha ezt kombináljuk a Hello Barbie potenciálisan nem túl biztonságos Wi-Fi kapcsolatával, akkor lehet, hogy már sosem fogunk ugyanúgy tekinteni a gyerekjátékokra. I'm very mad at you. Szerintetek melyik a legreálisabb, vagy éppen a legelvetemültebb összeesküvés elmélet a gyerekjátékok között? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!